macskajaj. Őszinte és szükséges tabudöntögetés a hazai cigány közösségek és a többségi társadalom közös jövőjéről. Macskajaj. Ideje, hogy végre kiózanodjunk. Kedves hallgatók, jó estét kívánok! Csütörtök este 9 után néhány perccel vagyunk. Ez itt a Macskajaj, a Láncid Rádió kimondottan cigányügyi, a társadalmi felzárkózásra foglalkozó műsora. A mikrofon mögött Forgács István, és aki ma kiózanodásban segít nekem. Szervusz Ferenc, üdvözöllek a műsorban, mutatkozz be a hallgatóknak. Régóta ígértelek már, nekik sokan várnak. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Kőházi Ferenc vagyok, funkadeliként ismernek engem néhányan. Úgyhogy mesterségem címere, ilyenek is kellenek? Hát meglátjuk, arra gondoltam, hogy most eljössz hozzám, aztán egy kicsit vágjuk a reppedet, illetve utána nézzünk annak, hogy te mit, hogy hogyan gondolsz a világról. Örülök, hogy végre itt vagy. Hallgatóknak mondom, hónapok óta próbáljuk összehozni, hogy itt legyen nálam a műsorban. Igen, mert te is ilyen no man as no man ember vagy, hogy Forgács István, és hogy az elmúlt 5 telefonbeszélgetésünk alapján én meg vagyok győződve róla, hogy szétforgácsolódsz te is ebben a mai őrült mókuskerékben. Hát ez a mókuskerék dolog, ebben abszolút igazad van, de hát én ritkán szoktam magamról beszélni, azt azért így elmondom. Ja, jó, akkor most nem készítek interjút veled. Ez egy aranyos dolog, de a műsor ez leginkább arról fog szólni, nem tudom, a hallgatók közül mennyien vannak ezzel tisztában, de mi ugye jó néhány éve ismerjük már egymást, és nekem általában... De anyukádnak a főztjéről se szabad majd mesélnem meg de, semmit. De beszélhetünk majd erről egyébként, hogy neked hogyan esett az Zalaegerszegen, mi nálunk. Annak az idején. Életem 10-20 legnagyobb tapasztalásában az biztos benne van, amikor elmentünk egyszer hozzátok, tehát hogy na, szóval azért... Hát ezt akkor mi megosztjuk a hallgatókkal. Jó. A lényeg annyi, hogy egy zalaegerszegi koncertetek előtt megbeszéltük, hogy beugrottak hozzánk, ugyebár egy kis uzsonnára, amivel egy egészen jól sikerült délutáni estebéd. Hát azért mondom, hogy az tényleg nem volt olyan durva, tehát nekem mintegy 72 órán keresztül, hát utána nem kellett még szinte folyadékot sem magamhoz venni. Tehát. És pedig anyám, hogy várt titeket. Na, kedves hallgatók, elnézést, mielőtt itt elmegy az egész ilyen nagy bratyiskodásba. Hát gyakorlatilag mi egy 4-4,5-6 éve ismerjük talán már egymást. Ugyebár én írtam neked először talán pont a Facebookon, adtam egy telefonszámot, meg néhány hét után felhívtál, így van? Igen, elég gyorsan őrültek a malmaim akkor. Akkoriban még. Nagyon érdekes, mert a kollégáim egyébként annak idején rengeteget hallgattalak téged, mindig keresgették, hogy valójában mi az, amit te képviselsz, de ugyebár mondhatjuk azt, hogy zenész vagy? Én most már azt hiszem, hogy mondhatjuk, mert egy ideig én ezt olyan kultúrmódon, vagy ilyen álkultúrmódon visszautasítottam, hogy ó, hát én csak itt rappelek, meg mondom a magamit, meg ilyesmi, hogy hát az nem zenészség, de mivel hogy 17 éve ügyködöm és gyakorlom azt, hogy a számmal így technikailag is most a tartalomtól függetlenül mit tudok én, hogy tudom a levegőt megrezegtetni, hogy úgy mondjam, de itt igazából a szószoros értelemben, így most már azt gondolom, hogy ez tényleg a hangszerem. Most már 17 év után így nem utasítom vissza ezt a zenész jelzőt amúgy. A légkő kollégáim azok így értetlenkedtek azon, hogy én valójában mit és hogyan hallgatok akkor, amikor a te számaidat hallgatom. És nem érdekes volt, mert nagyon ambivalens volt az ő hozzáállásuk. Nekem jó részt cigány kollégáim voltak annak idején, és ők maguk kicsit furcsálották, hogy politikáról nem fogunk beszélgetni, de kicsit furcsálották azt, hogy a világlátásod, a világnézeted az alapjában véve, így fogalmazok, sokkal színesebb annál, mint ahogyan most a politika által, ami egyszerű kis világunk fel van osztva, és hogy ebben egyes kiszólásokat, egyes gondolatokat ők maguk nehezen tudtak értelmezni. Azt azért megjegyezném, hogy politikáról biztos, hogy fogunk ma beszélgetni, hiszen hát nekem az egyik veszőparipám az, hogy az a szó, amit eredetileg a politika jelent, tehát a környezetünkkel való foglalkozás, és számomra még itt 2015-ben is olyan kis perverz vagyok, hogy én szeretném, hogy a politika szó amúgy többnyire jelentse már ezt, így hát mi ma igazából politikáról fogunk beszélgetni. Nyilván, amire utaltál, az jogos, az a napi politika, és ez a nagyon furcsa ilyen roncsderbi, hogy úgy nevezzem, ezt hagyni kell ezt a témát, mert azt gondolom, hogy a hétköznapi emberek körében ez másra nem jó, csak a vasárnapi ebéd között némi összezörrenésre a rokonokkal, tehát ez tényleg ennyit ér szerintem. De és igazából valahol meg is értem ezt, amire te utaltál, nyilván ezzel együtt nekem egy nagy szívfájdalmam az, hogy azok a cigány emberek, akik sok százan, meg nem kockáztatni az évek alatt több ezren, akár Facebookon, akár a YouTube-on a dalaim alá hozzászólásokat írnak, hogy a fenébe lehet az, hogy az egyik azt mondja, hogy ennyire tetszik neki, és hogy köszöni, és hogy ez, és ugyanaz alá, a dal alá egy másik, meg valami, hát elég
csúnya dolgot adott esetben, vagy van. Tehát, hogy igen, azt gondolom, hogy ez nekem persze, tehát valahol értem ezt a történetet, azért, mert a társadalmi közbeszéd tényleg az elmúlt időszakban, legalábbis amennyit én 32 éves vagyok, amennyit az én életemből láttam, az az, hogy valahonnan ez elindult. Én nem tudom, hogy előtte mennyit romlott, nyilván a szocializmus az egy külön történet, úgyhogy én azt gondolom, hogy volt itt egy nagy kihagyás, de az biztos, hogy én azt vélem látni, hogy tényleg már ilyen általános iskolai színvonal alatt vagyunk a szövegértésbe egymással kapcsolatban. Éppen most, amíg itt vártam itt kinn az előtérbe, addig olvastam egy cikket erről, hogy most egy nagyon komoly disszertáció kijött egy ilyen tudós-szerű figurától arról, aki évek óta azt próbálja vizsgálni, hogy a mobiltelefonon meg az interneten való kommunikáció, ami ugye írásba megy többnyire, az mennyit ront a beszélgetési készségünkön, meg az empátián, meg az ilyen dolgokon. Na most független attól, hogy nyilván neki is van egy szubjektív világlátása, azért nagyon érdekes dolgokra világít rá, és én is ezt érzem, hogy ez a kép, ami most már egyáltalán nem karikatúra jellegű, hogy mindenki a társaságba is bele van borulva a mobiltelefonjába, és a többi. Na, csak azt akarom ezzel mondani, hogy nem várhatom én el, azt gondolom, ebbe a világba azt, hogy egy hallgató az tényleg úgy értse, vagy hasonlóan azt, amit én mondok, ahogy én azt értem. Pedig ez tök jó lenne, de nem így van. Ez azért izgalmas, mert hogy a vegytiszta beszéd az gyakorlatilag, én azt látom nagyon sokaknak, nem csak hogy nem a kenyere, hanem egész egyszerűen egyfajta szükséges rossznak látszik, vagy éppenséggel olyan dolognak, amit megpróbálnak elkerülni, és ilyen formában van egy kis párhuzam közöttünk. Ha én azt mondom, hogy sokat cigány a börtönben, és ezen változtatni kellene, akkor azt vannak barátaim, akár cigányok is, akik úgy ítélik meg, hogy ez egy fontos gondolat, jó gondolat, és akkor ezzel kezdjünk valamit. Más cigány barátaim meg azt mondják... Ne fejezd be, hogy fejezzem be, én is mondtad, hogy hülyeséget mondok-e. Mert ez már innentől nem a cigány dologról szól, hanem arról szerintem, hogy vannak szavak, amik benyomnak emberekbe gombokat, meg ilyen fogalmak, és akkor onnantól már tök mindegy, hogy mi annak a tartalma, amit te valójában mondani vagy sugalni szeretnél, onnantól nála már elgurul ez a dolog, és akkor már átmegy a tagadásba, vagy éppen valamilyen érzelmi jellegű dologban. Abszolút így van. És az érzelmi dolog egyébként sok esetben akár személyhez is köti ezt az egészet, tehát hogy fogalmazzak? És tényleg mondtad, hogy politika vagy nem politika. Valójában ez a gondolat, hogy sokat cigány a börtönben, és ezen változtatni kellene. Az, ahogyan mondtam, vannak, akik szerint egy fontos és jó gondolat, kezdjünk vele valamit. Mások meg azt mondják, hogy még csak szóba se hozzuk, mert a többségi társadalom előítéleteit erősítjük ezzel. Hát viszont ezek nagyon érdekes dolgok. Viszont így meg nem megyünk előbbre ebben a dologban. Tehát hogy igazából ez egy nagyon nehéz. Ilyen szempontból értelmetlen ez a műsor, mert te, amit a könyvedbe leírtál, és nem akarok itt ennek itt, bár karácsony előtt egy kis reklám, most csak viccelek. De a viccet viszont erősen félretéve, a te könyvedben, amiket taglalsz, hát hogy is mondjam, hova tovább, tehát már te annyira előre mentél ebbe a kedves hallgatók, engedjék már meg nekem, hogy itt szembe dicsérjem az úriember, de egyszerűen tényleg, hát ha valaki az Istvánnak olvasta, vagy olvassa a könyvét, akkor tudja, hogy annyira előre ment ebbe a dologba, hogy egyenesen üljünk a lovon, hogy hát 10-20 év talán mire oda el fogunk jutni ebbe a kérdésbe. Itt még bocsánat, az előző téma, az egy gondolatot engedj már meg nekem, hogy itt a szívfájdalmak itt már följöttek, hogy az nekem tényleg a mai napig azért egy mély tapasztalás, ami nyilván időről időre egy kicsit föl van frissítve, hogy amikor én a Magyar Földre című dalomba a második verszakot úgy kezdtem, 2008-ba íródott a dal, és úgy kezdtem, hogy én zsidók közt nőttem föl, és romákkal róttuk a tereket, de minket csak úgy hívtak gyerekek, akkor én azt gondoltam, persze ezt most így szimbolikusan mondom, mert nem gondoltam ezt így konkrétan, de kérdeztek volna, akkor valószínűleg azt mondtam volna, hát ugye mondjuk ez a két sor, ez akár az Amnesty Internationalnek is lehet mondjuk a jelmondata, vagy valami. Tehát ilyen körülbelül így. Az Amnesty-nek keveset hallgatnak téged, ezt így megmondom előre. És amikor én szembesültem azzal, hogy cson nélkül le vagyok nácizva, de tényleg cson nélkül, akkor... Na hát ez ennyien szóval keserédes dolog volt. Nagyon-nagyon fura ez az egész. Azért, mert, és ez most csak az én személyes kiszólásom, nagyon sokan vannak azok, akik a világot így megpróbálják így gyakorlatilag ilyen fekete és fehérre összerakni. És egy nagyon kedves példát hadd hozzak ehhez neked el. Rengetegszer járok lakossági fórumon úgy, hogy mutatok 30-40 előttem ülő nagyon egyszerű többségében cigány embernek, az egyszerűt értsük arra, hogy tisztán egyszerűen gondolkodó vidéki emberek. Megmutatom nekik a hívjuk ezt akkor most klasszikusan történelmi Magyarország, tehát a Nagy Magyarország szimbólumot, és 30-40 ember abban a pillanatban visszahőköl, hogy ez
egyértelműen valami olyan dolog, ami negatív, és amitől egyébként nekik félniük kell. Abban a pillanatban szóba hozzák a Jobbikot, szóba hozzák a nácikat, szóba hoznak egy csomó olyasmit, ami, hogy így fogalmazzak, az ő saját világképükben egyfajta természetességgel ugrik elő bennük, amikor meglátják ezt a szimbólumot. Amikor ebben a Nagy Magyarország térképben megmutatom, hogy hol laknak azok a cigányok a mostani Magyarország határain kívül, akik ugyanúgy beszélnek magyarul és cigányul, mint ők, mondjuk Kézdivásárhelyen. Hát éppen most megyek Erdélybe hétvégén. Akkor egész egyszerűen látni azt, hogy az arcok hogyan változnak, hogyan csodálkoznak arra rá, hogy egy ilyen szimbólum, az egész egyszerűen nem feltétlenül kellene, hogy negatív érzetet váltson ki belőlük, hanem lehetne ezt egy kicsit másképpen is értelmezni, hogyha engedné nekik bárki, hogy ezt a dolgot ők maguk lássák és értsék. És amikor azt mondom, hogy Romániában, Erdélyben, nagyon sok helyen azért maradhat meg a magyar nyelvű oktatás egyes kis településeken, mert a cigányok elég gyereket szülnek azokba a falvakba, magyar ajkú cigányokról beszélek, akkor nagyon sokan cigányok ezt büszkén fogadják el, és mondjuk esetleg olyan barátaim vagy ismerőseim, akik tegyük fel egy kicsit radikálisabban gondolkodnak a világról, ők maguk is rá tudnak arra döbbenni, hogy ezeket a dolgokat nem lehet csak fekete-fehér módon kezelni egyébként. Hát, amit én, és egy több évszázados kifejezés ez, a magyar történelemben, meg irodalomban is amúgy felbukkan, és hát én mostanában ezt unásig hajtogatom az én kis ügyeimnek a mentén, ez a kiegyezés szó, és mindenről ez jut nekem szembe, akár a zsidóságnak a magyarokkal kapcsolatos, hát nyilván egy fura társadalmi, politikai, szellemiségi összefonódásával egybekötött olykor ilyen feszkós, sőt, hát nem csak olykor, sokszor feszkós dolga, ugyanez a cigányokkal, stb. És itt több, de még itt van a magyar társadalomban amúgy még a sváboknak is a kérdőjeles felkiáltó jele, tehát egy csomó ilyen történet van. Én ezt a kiegyezés szót mostanában nagyon megtaláltam magamnak. És ilyen szempontból, ha a hallgató megengedi, bár most kénytelen, mert kicsit egyoldalú ilyen szempontból ez a beszélgetés, maximum te szólhatsz rám, de én nagyon-nagyon mélyen érzem és látni vélem a spirituális oldalát annak, ami most történik a világban, ugyanis minden jel szerintem arra mutat, hogyha a magyar társadalmon belül élő népek, továbbá a magyar lakta területeken túl körülöttünk élő, tényleg echte más népcsoportok is, hogyha a következő 50 évben ezt a kiegyezős, ezt a hangvételt, ezt a valamennyire egy irányba haladást és mutatást, hogyha mi ezt nem fogjuk elsajátítani és újraéleszteni, mert azért voltak ilyen időszakok, amikor ez helyek közben működött, akkor, ha megengedi megint a hallgató, aki kicsit szlengesen fog fogalmazni, akkor tényleg menni fogunk a levesbe. És ezzel én nem kívánok károgni, meg riogatni, meg minden, de hogyha az ember körülnéz most a világba, én nagyon sok helyen jártam mostanában a világban, még Amerikába is eljutottam, és ott is, hogy megnéztem, hogy 2015-ben hogy áll így a helyzet ezen a földbolygón, és Európába is jóformán mindenhol körülnéztem. Én most ezt tudom mondani, hogyha tényleg nem próbálunk meg valami egyességre jutni azzal, és azt nagyon erősen meghatározni, hogy mi az, ami egyértelműen minden népcsoportnak jó, és hogy mit szeretne, és itt ilyen dolgokról szeretnére gondolok, és akkor ezzel át is adnám neked a szót, hogy én azt gondolom, hogy ilyen dolgokban, hogy mi legyen a gyerekek ügyével, hogy mi legyen az egészséges táplálkozásra, hogy mi legyen a rendel, mármint a közrendel, stb. Tehát ilyen dolgokban azért már tényleg föl kéne nőni annyira a magyar társadalomnak, meg az emberiség egy részének legalább, hogy valamiféle egyességre azért jussunk már, aztán utána majd lesz időnk cseszekedni egymással az sok apró hülyeségem, mert azt úgy is imádják az emberek, hát mostani világban nap mint nap Facebookon elanyázzák egymást, lehet ezt csinálni. De még egyszer mondom, én egyszerűen nem hiszem el azt, hogy abban az 5-10 fontos kérdésben, ami meghatározza a jelenünket és a jövőnket, én azt nem akarom elhinni, hogy nem lehet egyességre jutni. Mert ezek, akikre te utaltál,
És itt azért az én részemről ezt ki kell mondani, neked ezt nem kell se aláhúzni, se cáfolni, se megerősíteni, én ezt a magam részéről ki tudom mondani, hogy ez egy ilyen Amnesty International, meg ezek a dolgok, és akkor a napi politikáról ne is beszéljünk. Ezek tényleg azt akarják elhitetni az emberekkel, ahogy te mondtad, hogy itt feketék-fehérek a dolgok, hogy az egyik az teljesen rossz, és az a Darth Vader, a másik az teljesen jó, és egyszerűen így érzékeltik az emberek a dolgokat, és hogyha a másiknak van egy jó ötlete, még azt is elvitatják tőle, neki nem lehet jó ötlete, mert ő olyan, és hogyha, na, és a többi. Szóval ez egy borzasztóan kemény labirintus. Kedves hallgatók, a multietnikus magyar társadalom rejtelmeibe találunk bejutást éppenséggel Fankadelivel a ma esti adásban. Ez itt továbbra is a Macskajaj. Feri, beszéljünk egy kicsit arról, ez viszonylag ritkán jön elő egyébként a dalaidban, és ez jó néhány... Hogy kérdezzek már még egyet, Balázs, ne arra úgy. Parancs, semmi, hogy ennyire spontán a műsorunk hallgatók, úgyhogy... Hogy mondtad, amikor kérdeztem a műsor definíciót, hogy macskajaj? Macskajaj, ideje végre kihúzanod. Ez az, úgy, de tetszik ez az alcím nekem, mert hogy nekem ez, amit én érzek mostanában, és egy ilyen dal is készül, ami így a részegséget, mint szimbólum húzza rá arra az egész társadalmi életre, ami történik, hogy én ezt érzem, hogy tényleg, hogy meg vagyunk részegülve a gyűlölettől, a kettős mércétől, az igazságtalanságtól, ettől az egésztől, amiben vagyunk, és hogy teljesen most megérintett, hogy mondtad, hogy ez az alcíme a műsornak, hogy igen, tehát, hogy erről kéne. De akkor hadd mondjam el neked, hogy mi lett volna a másik cím egyébként, mert két címben gondolkodtunk, amikor reindult a rádióban ez a műsorunk. A másik az lett volna a cigány meg a lova, és az lett volna az alcím, hogy nem vak ez, csak bátor. De... és ez mennyire jó ez is. De aztán végül is maradt a macskajaj. Maradt a macskajaj, ami szerintem szintén rendben van. Ez jobban érthető, mint én a másikat értem, főleg ismerve téged, de ez talán jó döntés volt, hogy ez lett, mert ez jobban érthető. Kedves hallgatók, a ma esti kihozanodásban Fankadali segít nekünk. Feri, amihova vissza akartam kanyarodni még itt a szünet előtt, az lenne, hogy viszonylag ritkán kerül ez szóba, és most nem csak azért, mert időközben lett családod, feleséged, szépen alakul az életed, de igazából csak a hozzád egészen közel állók, vagy a korai dalaidat ismerők tudják azt, hogy neked azért volt egész komoly személyes érintettsége cigányügyben annak idején Kecskeméten. Mennyire tudunk erről beszélni, hát ez mennyire lépjünk ezen túl? Azért kérdezem, hát várj, most nem tudom, mire gondolsz, mert én meséltem neked pozitív, meg negatív történeteket. Gyakorlatilag mind a kettő. Tehát, hogy sokan, akik úgy vélik egyébként, hogy egy ilyen műsorban miért kell nekünk egy rapper művészt hallgatni, akkor azt gondolom, hogy nem csak azért, mert hogy a te világlátásod, meg a te, hogy így fogalmazok, világképed az érdemes arra, hogy sokak megismerjék, hanem amiatt is, mert mi azért általában elég sokat szoktunk arról beszélgetni, hogy a cigányügyben mi az, ami most nincs rendben, meg azért valóban te is hozol legalább egy évtizednyi tapasztalatot magadban arról, hogy általában véve egy vidéki városban, felnőve, Kecskeméten, cigányok, nem cigányok, miként látják jól vagy rosszul a dolgokat, illetve hogy mondom, neked volt nem kevés személyes érintettséged is. Hát itt kettő fontos példát szeretnék akkor eljutni, mert ez a kettő példa, ez rögtön eszembe jut, és aztán persze lehet, hogy majd még lesz más is, de az egyik az, hogy én már ideje korán szinte kis kamasz fejjel megtapasztaltam azt, hogy ha egy cigány lánynak udvarol az ember, akkor még be tud belefutni. Mert nem minden família olyan, mint a tiétek, és bizony én kőkeményen belefutottam abba, hogy olyan szinten... hát hogy is mondjam, el lettünk tiltva egymástól, ezt egy dalomba én amúgy firtatom is erősen, hogy tehát én azt gondolom, hogy az a kirekesztés és ez az egész jelenség, ez egyáltalán nem köthető sem magyarhoz, se cigányhoz, se zsidóhoz, és a többi, ugyanúgy, ahogy szintén abba a dalomba, mert itt összegyűjtöttem az ilyen élményeimet, ugyanebbe a dalba azt is firtatom, hogy hát engem zsidó lánytól olyan szinten eltiltott a családja annak idején, hogy köpni nyelni nem tudtam. Tehát akkor azért fölmerültek bennem már kamasz fejjel az, hogy most akkor ez a náciság, amit itt páran itt taglalnak a közvélekedésben, most akkor ez pontosan mit is jelent, meg milyen szellemi vetülete van ennek, most akkor miről is beszélünk, hiszen hát én most itt állok egy magyar gyerekként, és nem találkozhatok a szerelmem, mert nem vagyok cigány. Hát és az apja hallani nem akarja, hogy nagyon
nagyon komoly verést helyezett kilátásba, mert hogy én magyar vagyok. Tehát, hogy ez azért, amikor így 15-6 évesen az emberrel szembe jön, majd utána nem sokkal ugyanez egy zsidó családdal kapcsolatban, akkor azért még egyszer mondom, akkor azért, hogy utána, amikor 18-20 évesen így előjönnek ilyen dolgok, meg még később, hogy akkor most hogy van ez a kirekesztés, meg ez a náciság, meg ilyesmi, akkor én azért azt gondolom, hogy már jóval magasabbról tudtam erre az egészre tekinteni. Én azért úgy tudnám ezt mondani, hogy közel se annyira egy oldalú ez a jelenség, mint amennyire ezt a közéletben néhányan próbálják sugalni. Ez egyszerűen sajnos, ez egy, mit tudom én, egy emberi gyengeség, de mindegy, ezt majd még taglalhatjuk. Egy másodperc, azért állítlak meg egy másodperc nézést, mert hogy valójában ennek a, és örülök, hogy ezt te magad mondtad el, és nem én kérdeztem így ennyire direktben rá, hogy ennek a szóbahozása, az most kedves hallgatók, nem azért szükséges, hogy mi egyébként ezzel most így fogalmazok, bármint alátámasztunk, ahol cigányok és kirekesztők. Ez egyetlen nem erről szól, hiszen most sem arról beszélünk, hogy a cigányok ilyenek vagy olyanok lennének. Ugye a könyvben is erről írok rengeteget, hogy nem mondhatjuk azt, hogy valami kizárólag csak fehér vagy csak fekete. Inkább azon kellene átlendülni, hogyha valamit valakik szeretnek valamilyennek láttatni, akkor ez nem biztos, hogy így van. Tehát az, hogy a kirekesztés csak egyirányú lehet, és csak a kisebbség szenvedi el a többséggel szemben, arra akár te saját magad vagy az ékes bizonyíték, hogy ez nem feltétlenül van így. Hát ez ugyanaz a példa, mint a dalos példa, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, de ezt én sok helyen is mondtam már, hogy vannak az embernek olyan hallgatói, mások esetleg rajongónak hívnák, én nálam ez a szó nem dívik, de vannak olyanok, akik tényleg évek óta, és tudod, látod őket sok koncerten, meg szóval tudod, hogy ők ilyen nagyon fú, kemény, tehát hogy ezek az igazi nagy hallgatók, akik, na, és van nekem is 5-10 ilyen ember, azért megvan az összes lemezem, tudom nekik, meg stb. Na most azt kell elképzelni a hallgatóinak, hogy a 10 legnagyobb funkadeli hallgatóból 2 ők olyan eredeti cigánygyerekek, hogy náluk eredetibb nagyon-nagyon kevés lehet, hogy úgy mondjam. Pont tegnap beszéltem amúgy az egyikkel. És azokra a dalokra, még egyszer mondom, ezt nem győzöm hangsúlyozni ezt a példát, hogy azt mondja arra és arra a dalra, hogy ó, Feri, hogy mennyit kaptam én attól, és ez milyen fontos, és akkor mond bőle idézetet, ugyanarra, amire egy adott esetben egy másik cigány fiatal, vagy éppen nem fiatal, mert a YouTube-on nem csak fiatalok írnak sok hozzászólást, azt mondja, hogy na már még ezt a szöveg, stb. Szóval, hát én azt gondolom, hogy a hallgatók azért az életükben már biztos, hogy megtapasztalták azt, hogy a dolgoknak elég sok árnyalata van. Közben mondom a másik példát is, akkor ami még az eszembe jutott. A másik példa meg az, hogy amikor én annak idején, mert hát borzasztó nagy volt a pofám, és engem kirúgtak középiskolából, mert mindenki ügyvédje voltam, valószínűleg az elmúlt fél óra alapján ezt nem nehéz elképzelni senkinek, és én levelezőre kerültem át, úgy érettségiztem, és mellette már jártam dolgozni, és én ott a Kecskeméten a Zsinór utca, Kórház utca, Szultán utca magasságában jártam dolgozni. Én azt gondolom, hogy már a nevükből is érződik, hogy miről van szó, tehát még annak is, aki nem járt ott valaha, egyszerűen így valamiért már nevükben is benne van, hogy ott mi történhetett. És emlékszem annak idején, hogy tisztán és világosan láttam magam előtt, ahogy ott jönnek-mennek azok a gyerekek, meg felnőttek, hogy egyszerűen 16 évesen, 7 évesen láttam, hogy abból kitörni az egyszerűen kőkemény. Az kőkemény, ezt sok dalomban el is mondom, és ennek az éremnek a másik oldala az, amiről ebben a műsorban szerintem minimum kötelességem, és talán kötelességünk egy mondatot ejteni, ha már tényleg a kiegyezést célozzuk meg, hogy ez ennek a fényében engem borzasztóan bántott az, hogy azokat a fiatalokat, akik úgynevezett skinheadek lettek, vagy ilyen akár ilyen bakancsos rácok, és tök mindegy, akikről szint úgy tudtam, hogy úgy nőttek föl, hogy minden vasárnap ebédnél azt hallgatták, hogy így a zsidók, úgy a cigányok, stb. Tehát, hogyha együtt tudunk, mert van egyfajta társadalmi ilyen empátia, azt gondolom, azért egy értelmes magyar embernél, egy épszívű, épelmű magyar embernél, azokkal kapcsolatban, akiket már 6 évesen adott esetben lopni tanítanak, vagy valami, hogy abból milyen iszonyatos nehéz kitörni. És ezt én maximálisan aláhúzom, soha nem is tagadtam, sőt, én magam
hangsúlyoztam. Csak hogy az éremnek a másik oldalát is ahhoz, hogy itt legyen valami, hova eljuthatunk, azért nagyon ki kéne hangsúlyozni, hogy ezek a gyerekek, akikből mondom, skinheadek lesznek, meg ilyesmi, ezeknek majdnem a 100%-a az én meglátásom szerint ugyanolyan áldozat, mert még egyszer mondom, abban nőtt bele, hogy már 8 évesen azt hallgatta a vasárnapi ebédnél, hogy na fiam, már megint ezek a zsidók, meg a cigányok, meg mit tudom én, akkor kérdezem én, akkor mi lett volna belőle? Tehát micsoda programokat hoznak a fejükbe, meg a szívükbe ezek a gyerekek magukkal, és őket a média, most nem mondok neveket, hát a mai legolvasottabb sajtótermékek, őket cson nélkül lenácizzák. Cson nélkül lenácizzák, és jelen nincs annak. Beszéltem egy nagyon-nagyon ismert zsidó emberrel pont a napokba, és konkrétan már egy bizonyos tévébe, ahova sok ilyen úgynevezett liberális embert szoktak meghívni, már nem hívják, megképzeld el egy ideje, mert pont ezt, amit én az előbb itt most elmondtam, ezt ő is taglalta annál a híres műsorvezető hölgynél, és azóta nem hívják. Hát, kedves hallgatók, csütörtök este van, ez itt a Macskajaj, nekem zsukál a vakarom, és itt ül az asztalnál Fankad Eli a haverom, és akarom vagy nem akarom, de itt most zenélni fogunk egy keveset, aztán meglátjuk, hogy hogyan egy tovább. Egy olyan dal jön, amihez most videoklip is készült. Ez a szapambuborék, ugyebár? Mikorra lesz kész egyébként ez a klip? Hát már fönn van. Már fönn is vagytok? Te nem is nézted meg még. Feri, hetek óta nem látok igazából semmit magam környékén semmit, úgyhogy meg. Majd ezt meg fogjuk nézni, kinézek Imrére, itt lesz majd a zenénk, kedves hallgatók, néhány perc és megyünk tovább. Mindenkinek bele kell nyúlni a tutiba ahhoz, hogy megértsd ugyanaz a könyv, de Isten máshogy lapoz, amit mondok, felelősség, de viszont ahogy érted, az már a te dolgod, barátom, úgy kapod, ahogy kérted. Az élet ilyen játék, köpködöm a fogaim, a Spencer és Ilejet, magamnak hoztam a pofonokat. A karma kerék pörög, elvégzi a dolgát, öreg penge élen járok, nem lettem se pitbull, se egy ölep. Csigákat gyűjtöttünk zentével, ott kinn az udvaron, rájuk fogok gondolni, mikor majd egyszer meg kell halnom. Lehúnyom a szemem, egyik ajtón ki másikon be, bárhogy nézem, csak csodák történtek az én életemben. Ennyi az üzenetem, értsd meg, hogy szerelmes minden, ahogy fenn úgy van itt lenni, és ahogy kint pont úgy van itt benn. Ne várj rám, mert itt maradok, dolgom van az emberrel, rózsák a gyümölcsökkel, állok szemben a fegyverekkel. Nekem pont elég a föld és az ég, hiszen az élet egy szappan buborék. Nekem pont elég a föld és az ég, hiszen a lélek egy szappan buborék. Nekem pont elég a föld és az ég, hiszen a szívünk egy szappan buborék. Nekem pont elég a föld és az ég, hiszen a világ egy szappan buborék. Paranoiásnak hívják, aki itt már sejt valamit, lehet most még kinevetik, leszólják Feri dalait. De ki tudja a jövőben, merre fordul majd a kocka, lehet, hogy mi történt itt majd. Ez a néhány dal hozza történelem órán, boncolják majd minden refrénemet. És bár ezer év múlva születsz meg, én már most értelek. Ha folyton azt érzed, uram, segíts, vigyél el innen, akkor elárulom neked, lépj, mert nem vagy a helyeden. Úgy adjak szárnyat neked, engem se hagynak szállni, a civilizáció ez, a sorba be kell állni, adót fizetni, parkolás, ilyen számla, olyan csekek, az ember ez méltó élet, itt elvesztett minden meccset, nem számít akkor haver, gondolom nem vagy. Kedves hallgatók, ez itt továbbra is a Macskajaj, a kiózanodás egészen jól alakul a mai estén, vendégem Kőházi Ferenc Fankad Eli. Honnan van a neved? Na várjál, mielőtt azt elmondom. Azért itt azt jegyezzük meg, hogy a szünetben itt váltottunk pár szót, és akkor mondtad, hogy na hát igen, most azért úgy annyit nem politizálunk, és akkor így összebiccentettünk, hogy ez milyen jó, de valójában mi is belemegyünk ebbe a hülyeségbe, amit ugye a műsor elején beszéltünk, hogy amit az elmúlt fél órában mi csináltunk, amúgy, azért ezt ne felejtsük el legalább mi így egymás között, hogy ez a politizálás. Tehát ez az igazi politizálás. Klasszikus értelemben véve ez kéne. Ne, igen. Na, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog. A nevem, hát ez egy borzasztó unalmas sztori, úgyhogy szánunk rá szerintem fél percet. Jó, a Deli része az nem, mert ugye... Nagymamáról beszélt? Igen, a nagyiról annyi, hogy mindig azt mondta a nagymamám, hogy de Deli legény vagy Ferikém. Ugye a régi magyar nyelvben a Deli az a vitéznek a megfelelője. A Fanka az csak onnan jött, hogy 15 évesen egy ilyen funky klubba jártunk, és akkor fonetikusan, és akkor jalval írva, és na mindegy, az nem egy izgalma. És akkor ebbe, ami tényleg No Man is Stone Man, ugye nevében a sorsa, mert hogy a Deli,
azt a fajta, mondjuk úgy egy kicsit, hogy azt a komolyabb, mélyebb dolgot tükrözi, miközben ott van a Fanka előtag, ami meg hát aki engem ismer, azért tudja, hogy én körülöttem a nevetés, meg a vidámság, meg a bolckodás, az azért nem egy ismeretlen dolog az én környezetemben, úgyhogy ez így jól, ez egy jó egyensúly beállít. Én a legelső klip, amit láttam tőled, az a Gyertek ki a stégre volt. Fú. És megmondom őszintén, nekem borzasztóan tetszett az, hogy egy nagyon pozitív, és még a külsőségeiben nem is feltétlenül volt, hogy így fogalmazzak, eltérő attól, mint amit egyébként te most már azért annyira nem képviselsz, de hogy mindenféleképpen egy nagyon pozitív videóklip volt, és rengeteg olyan pozitív üzenettel, ami engem nagyon-nagyon megfogott. Na várjál, ide megint be kell szúrnom valamit. Parancsolj. Azt, hogy a Gyertek ki a stégre című klipet, én egyrészt nagyon szeretem a maga módján a mai napig, és nekem az is egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog volt, nyilván meg kellett ezt tapasztalnom, de hogy abban a klipben pont, hogy az ivararány, hogy úgy mondjam, az azért elég rossz. Tehát, hogy 20 fiúra volt, azt hiszem 4 lány, és hogy én direkt nem mentem bele ilyenbe, hogy most mi akkor pénzért oda hívjunk egy szép autót a háttérbe, vagy még lányokat, vagy valami, hanem összesen annyi barátnő volt ott a társaságból, aki azt mondta. Tehát, hogy és ráadásul még nem is azt mondanám, hogy modellcsajok voltak, meg ilyesmi, és az elkezdett menni a tévébe, az a videóklip, meg elkezdett az interneten terjedni. Ez az első Vivás klipetek, jól tudom? Nem, ó, volt már előtte? Hát én 2003-ban már voltam Viva toplista első helyen, meg minden, úgyhogy volt nekem ott előéletem, mert a veletek volt az első. Ami ott ment. Ó, meg most már elnézést. Na és várjál, és csak annyi, hogy a hozzászólásokban meg százával jöttek utána, meg a visszajelzésekben, hogy na mi van Fanka, most már akkor te is nyomod ezt a... Azért, mert ott volt egy 2 méteres kis medence, és a haverjaimmal sütöttük a húst, ami amúgy azt gondolom, és hogy ennyire felületesen szemlélték sokan ezt az egészet, hogy kis medence, és akkor ott ugrálunk bele, és teljesen összetévesztették azokkal a dolgokkal, amikor tényleg ilyen félkigyúrt alakok, ilyen bérelt nőkkel, meg autókkal a medencénél ott állnak, és ez nekem fú, hát hogy úgy mondjam, ennyi szó a kihozanító volt. De nekem a klip azért volt fontos, bocsánat, nekem a klip azért volt fontos, mert mondtam, azért abban nagyon sok olyan pozitív dolog előkerült így szövegében elsősorban, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. Most anélkül, hogy a jelenlegi fiatal generációt lehúznám a WC-n, én magam azt gondolom, hogy mindig minden generáció megkapja az előtte lévőtől, hogy értékeiben éppenséggel már nem ér annyit, mint az előző, de azt gondolom, hogy a mostani fiatalok. De hogy a mostani fiatalok számára szerintem minden korábbinál fontosabb lenne egyébként az, hogy kicsit hallgassanak az idősebb generációra, és szerintem nagyon sok mindent másképpen látnak most a fiatalok. Globalizált világban minden nagyon gyorsan fel van gyors, tehát minden nagyon gyors, ez a közösségi térben való lét, ez nagyon sok mindent meghatároz, de ehhez szerintem nagyon-nagyon fontos az, és ezt a kommentekből mindig látom, hogy nagyon komoly kapaszkodót tudsz adni olyan fiataloknak, akik esetleg ezt nem biztos, hogy jól viselik. Tehát te megrögzött kábítószerellenes vagy, de gyakorlatilag semmilyen formában, tehát ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus. Én nagyon szeretem a dalaidban azt, hogy nagyon sokszor előjön valami, ami valamilyen formában a valláshoz, vagy valamilyen spirituális, valamilyen más típusú dolgoknak a tiszteletben tartásához kapcsolódik. Nagyon sokszor előjön a család, nagyon sokszor előjön az, hogy ebben a fogyasztói társadalomban vajon tudunk-e mi saját magunkra időt, energiát, bármi egyebet fordítani. Tehát, hogy ezek a gondolatok, ezek borzasztóan természetesek, borzasztóan egészségesek, csak lehet, hogy a mai világban egész egyszerűen nem kellően divatosak. Vagy lehet, hogy pont attól hát lesznek majd divatosak. Igen, de várjál, menjünk sorba, nagyjából menne van a fejedbe? Ezek abszolút, így a felsorol, kezdjük az elején, tehát a kábítószerek. Tehát... Ez tény és való, hogy én annak idején nekem a fű, meg aztán durább dolgok is nekem a haverjaimat kis túlzással egy vagonnyit. De tényleg, tehát itt több tucat emberről van szó, volt, aki meg is halt, nem is egy. Tehát ebből én nagyon megjöttem ebből a dologban, én láttam több tucat tehetséges embert, hogy viszi el a füvezés, meg a minden az életüket. Na most ezzel együtt azért már a 32 éves fejjel egyrészt ki kell a szangsőznom, bár ezt már 10 évvel ezelőtt is mondtam, hogy én például azt gondolom magamról, hogy én például ha akarnék, elszívhatnék egy füves cigarettát, mert én nekem megvan a kellő tudatosságom hozzá. Mindenki ezt mondja fel. És
mindenki ezzel próbálja betakarni magát. Ezzel nem gondolom azt, hogy te egyébként igen. letennéd ezt hitelesebben, csak... Igen, de azt hozzá kell tenni, hogyha egyenesen akarunk ülni a lovon, hogy a jó Isten teremtette világba, az a vadkender, az valamiért lett. Az a magyar történelmi feljegyzésekben is benne van, hogy valamiért azt is használták valamire, úgy, ahogy a mákot, stb. Tehát nyilván ez egy borzasztó nehéz kérdés, ez a kábítószeres ügylet. Én annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy annyival árnyaltabb lett az évek során bennem a kép. Még egyszer mondom, az, amit ma a sajtó csinál, hogy Magyarországon elvileg a törvény, az mondjuk úgy, hogy tiltja ezeket a dolgokat, közben cson nélkül megy a sajtóba, az úgynevezett liberális sajtóba, a kis túlzással már konkrétan a buzdítás ezeknek a használatára, tehát ez számomra enyhén szóval kiborító, hát ha ezt nevezzük mi sajtószabadságnak, vagy én nem tudom minek, és akkor még Magyarországon sipákolnak egyesek, hogy itt baj van a sajtószabadsága, hát én nem tudom, hát na mindegy, én azért ettől szigorúbb lennék. Viszont még egyszer mondom, hogy az, hogy időközben én hány embert kellett a maradék 5-10 évben végignéznem, hogy az alkohol tönkreteszi az életüket, meg a családjukat. Tehát, és engem mindig ezzel bántottak amúgy ezek az úgynevezett liberális körök, hogy na mert a szesszel mi van. És ez megint a kettős mércének a dolga, de én a magam részéről persze, hogy hozzáteszem, és ezért nem sértettem soha, mert mindig elmondtam a dalokba, hogy a mérték az legyen meg bla. De hogy tényleg, tehát, hogy ez, hogy Magyarországon ilyen szinten legitimizálva van az alkohol, mint jelenség, és hogy abszolút ezt az egészet nem vizsgáljuk, és nem éri úgymond kritika a közbeszédbe, miközben olyan komoly problémákat okoz, és családoknak a hétköznapjait, az életüket, az életérzésüket teszik tönkre. Hát én nem is merek számot mondani, hogy alkohol tekintetében mennyi ember lehet érintve Magyarországon, mert egyszerűen őrítő az egész. És ez nem a füvezés, meg a mit tudom én, mit legitimizál, azt gondolom, ha ezt felhozom, hanem az, hogy próbáljunk egy kicsit egyenesen ülni a lovon, hogy azért beszéljünk már arról is, hogy jutott el ennek az országnak a társadalma odáig, hogy jutott el, hogy most már nem szó, hogy látjuk a szomszédba, hogy mi megy, és már tényleg becsukjuk az ajtót, örülünk, ha minél kevésbé halljuk a kiabálást, és tehetetlen a szomszéd, nem is szól bele, tehetetlen a rendőr, tehetetlen a gyámügy, mindenki tehetetlen, és a gyerekeknek, meg embereknek az élete megy tönkre. Tehát ez borzasztó kemény, és itt ez mondjuk ilyen szempontból aztán végképp milyen, nem uniszex, hanem ilyen univerzális téma, mert ez nem, tehát itt nem a cigányságról van szó, mert az a durva, amikor az én 2-3 diplomás echte magyar barátaimnál, meg ismerőseimnél olyan alkohol problémák vannak, hogy én kérek elnézést érte. Ehhez én csak egyet fűzek hozzá, hogy a drog egyébként a cigány közösségekben minden korábbinál nagyobb probléma ebben a pillanatban. A füvezés amúgy? Nem, mindenféle egyéb, tehát tabletta, mindenféle egyéb idiótaságok, amik egyébként sok esetben azért az erőszakos cselekményeket ide 10 évesek körében egész egyszerűen, hogy így fogalmazok, megalapozzák. Tehát, hogyha azért ütünk agyon valakit 3000 forintra, hogy két hülye bogyót beszedjünk estére, az azért komoly gond, mert utána az ebből eredő etnikai konfliktusokkal aztán senki nem tud elszámolni. Nézzük meg, hogy vallás kapcsán. Én nagyon szeretem azt, hogy minden másik harmadik dalodban azért, sőt, minden dalodban valahol előkerül Isten, vagy valamilyen formában utalsz arra, hogy kell, hogy legyen valami hitünk abban, hogy valahol valamilyen felsőbb erő azért segít nekünk, és nekem ez fontos dolog, én magam is azt gondolom, hogy általában véve az, ami spirituális, az nekünk segít, csak nekünk ezt használni kellene. Hát nekem ez nagyon fura például, és ez például amúgy így a cigánysággal kapcsolatban, mint olyan szerintem egy ilyen sráctól, egy ilyen kecskeméti magyar gyerektől, azért egy nagy kérdőjel a mai napig, úgyhogy jó lenne, ha válaszolnál erre így most, hogy ezt sose értettem. Hogy azok az alakok, akik ilyen szamuráj kardokkal fotózzák magukat a Facebookon, meg ilyesmi, meg ilyen echte erőszakos ilyen, és sajnos ők amúgy így a cigány társadalommal kapcsolatban amúgy ikonizálva vannak. Tehát, hogy ez megint csak egy ilyen jó nagy hergelés, meg egy ilyen jó nagy okosság. De hogy ők miért jönnek folyton Jézussal, meg Istennel, meg keresztette továbbnak a melkasukra fél méter esett, meg ilyesmi. Tehát ezt sose értettem, hogy a francba lehet összeegyeztetni ezt a dolgot, bármiféle ilyen. Egészen furcsa dolgot fogok neked mondani, nemrég volt az Egyesült Államokban. Ha a latin bűnbandáknál a kereszténységhez való erős vonzódás
gyakorlatilag alap ilyen szempontból, ez semmiben sem különbözik. Igen, amúgy tényleg formában, akár esetleg itt is. Tehát, hogy a felsőbb hatalom, ez nem fér a fejembe. De a felsőbb hatalom, Isten meglét, a könyvben erről egyébként írok, az ugyebár, hogy így fogalmazok egyfajta feloldozások esetben, akár ahhoz is, hogy valaki ezzel próbálja magának elmagyarázni, hogy ő egyébként jó ember, az Isten ismeri az ő szívét, tudja, hogy ő milyen ember valójában, még ha a külsőségekben egyébként akár esetleg te is, vagy bárki más úgy gondolja, hogy nem illik szamurájkarddal Facebookra képeket fölpakolni. Hát legfőképpen meg a hátába beleállítani, de hogy ez nekem ilyen mindig ilyen fura volt. Na most visszatérve itt a kérdésedre, én hú, ezt úgy de sokszor elmondtam mostában, elnézést a hallgatótól, tényleg ezt most kicsit unottan fogom mondani, mert ezt mindenhol megkérdezik tőlem. Én az anyai ágon egy kicsit már-már ilyen csúnya szóval, ilyen már-már bigott katolikus környezetben nőttem föl, és az apai ágon én pedig evangélikus vagyok, én 9 évig jártam hittanórára, apukám presbiter is volt, és akkor konfirmáltam, mint evangélikus emberke, és hát hogy is mondjam neked, én 5-6 évet arra szántam az életemből, hogy elmentem az összes közösségbe, amit csak tudtam, de olyan szinten, hogy Isten úgy, hogy kifürkészhetett ennek alapon, én még elkerültem Jehova tanúihoz is, még láttam a hídgyűlisekből is, de ezek most a két szélsőséget mondtam, amit az én világlátásomban két szélsőség. Én voltam a reformátusoknál, katolikusoknál, én voltam a Krisna tudatú embereknél, én sokat jártam buddhistákhoz, mindenféle alternatív, én 6 évet ebbe beletettem, de kőkeményen, elmentem az összes előadásra, mindenféle mesterekhez, nagyon-nagyon sokat, és hát ebből nyilvánvalóan, hogy ugyanaz történt velem, ami az összes hasonló emberrel, aki sokat foglalkozott ilyen dolgokkal, hogy kialakította saját magának azt a saját vallását, hogy úgy mondjam. Úgyhogy én nekem van egy ilyen világlátásom, egy ilyen érzésem ezzel kapcsolatban, és hát tulajdonképpen ez tényleg sokszor a dalaimba felmerül, mert ez egy nagyon fontos dolog nekem, hogy Hát igen, most nem akarok nagyon hatásvadász lenni, de tulajdonképpen ez történik, hogyha szétnézünk most a világba, hogy kimegyünk majd innen a stúdióba, és az utcán szétnézünk, hogy egy ilyen istentelen világ ez. Ezt akartam én megkérdezni, és lassan a vége felé közeledünk, sajnos, hogy az alapvető jó és az alapvető rossz, én magam azt gondolom, hogy igenis külön választható. Tehát műsorban én elmondtuk, hogy semmi sem fekete, semmi sem fehér, de ettől függetlenül abban fel igenis hiszek, hogy az ember alapjában véve harmóniára vágyik, és az ember alapjában véve el tudja dönteni, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Ha ehhez egy kevéske tudatosság hozzátehető, akár cigányban, akár svábban, akár zsidóban, akár teljesen mindegy milyenben, akkor az egy élhető közeget kellene, hogy teremtsen. Erre egy gyönyörű magyar közmondás van amúgy, vagy nem is ez szólásnak minősül, a szándék a fontos. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy igen, mivel az emberi élet, főleg a beszéd, az egy nagyon alacsony szint amúgy az érzelmeknek a minőségéhez képest. És emberi beszédben, hogyha valahogy ezen a szinten, hogyha valahogy tényleg el akarjuk választani, hogy mi a jó persejbe és mi a rosszba, ami megy, mondom, ez erről nyilván sokat lehetne filozofálni, de most akkor egyszerűsítsük le, mert hát, hogy kellenek törvények, meg ilyen dolgok, tehát ezt valahogy definiálni kell, akkor azt gondolom, hogy ezt a magyar gyönyörű szépen mondja, hogy a szándék a fontos, mert egyszerűen így azért tényleg elég sok dolog utolérhető, hogy akkor valóban mi a dolgok mögött a szándék. Ezt értem csak ugyebár, hogy mi vagyunk az az ország, a cigányok meg aztán extrán azok, akik mindig utólag bánunk meg egy csomó mindent. Ó, ha még járhattam volna iskolába, ó, ha nem mentem volna a férjhez 16 évesen, ó, ha egyébként nem ütöttem volna le a portást. Tehát, hogy mindig utólag bánunk meg nagyon-nagyon sok mindent, és mindig, mintha utólag jönnénk arra rá, hogy egyébként hogyan kellett volna jól, vagy máshogyan csinálni a dolgainkat. Na, mert most, hogyha egy kevéske tudatosság, és ezt mindig érzem a dalaidban, becsempészhető lenne az ember hétköznapjaiba, hogy próbáljon egy kicsit törekedni arra, hogy ne utólag kelljen saját magának is akár megmagyarázni azt, hogy mi miért alakult úgy, ahogy, hanem próbál esetleg ezekre a dolgokra felkészülni, akkor lehet, hogy azok a helyzetek könnyebben mennének, vagy az ember könnyebben tudná a saját életét gardírozni. Az a baj, hogy most egy annyira érzékeny témát érintesz ezzel, hogy az hihetetlen. Amúgy szerintem most egy 2-3 órát így eltudtunk volna ezekről beszélni. De ezzel egyetértesz? Ezzel én egyetértek, de most azt a témát érintetted az én olvasatomba, hogy a cigányságomból is elképesztően sok olyan család van,
ahol a következő és a következő generációk egyszerűen úgy nőnek föl, hogy mondjuk ki, legalábbis én kimondom, hogy nincs nagyon nekik honnan merhíteniük, és akkor borzasztó szépen fogalmaztam azt, ezt a töltetet, hogy hát ők ne a saját hibájukból tanuljanak. Nyilván ennek van egy spirituális vetülete is, mert még egyszer mondom, a közösségeknek a nagy részében ugye az a szemlélet az ilyen spirituális közösségekben, hogy hát nem baj az, hogyha megtörténik veled akár mekkora durva dolog, börtön, stb., mert megtapasztalod, és hát tegyük hozzá azt, hogy például a cigányság vetületében én, akiket láttam az évek során, akik tényleg ilyen szellemi tréner jelleggel így felkaroltak cigány közösségeket, van egy csomó ilyen muki amúgy az országban, ő nekik egy tetemes részük amúgy börtön viselt, meg stb., és elenyén szóval kihozanított ez a dolog őt. Mert nekik ezzel már át kellett menniük. Így van. De egyébként csak az Álmodtam című dalodban gyakorlatilag menne minden sor, pont erről szól egyébként legalábbis nekem. Na jó, de persze ezzel most ezzel ne akarjuk azt sugallni, hogy mindenkinek át kell menni ezeken a dolgokon, mert ez annyira nem jó. De hát most sajnos nem, gondolom, idővel se állunk túl jól, meg hát ebbe tényleg borzasztóan rosszul állunk, hogy nem a gyerekeknél kell most talán elkezdeni ezt a történetet, hanem valahogy a szülőknél, basszus, hogy... De ezt elmondtam, hogy azért hoztam ide, mert abban rengeteg olyan pozitív gondolat van, amivel azt gondolom, hogy nagyon kevesen szállnának vitába. Tehát, hogyha valaki megérti azt, hogy miért próbáljuk meg az életünket józanul élni, miért próbáljunk meg közösségben élni, miért ne bántsunk másokat a tulajdonságaik miatt, vagy például egy gyermek, az nagyon szép az a gondolat abban a dalban, hogy gyakorlatilag egy megszülető csecsemő az maga az élet, és annak egyébként esélynek, lehetőségnek kellene lennie, nem pedig tehernek. Tehát, hogy valójában ezek a gondolatok mindenféleképpen, én azt gondolom, hogy egy tudatosabb Magyarországon, egy tudatosabb társadalmat segíthetnének összerakni, hogyha nem vonná senki kétségbe például azt, hogy miért jó dolog a család, miért jó dolog tenni egymásért, miért jó dolog a közösség. Így van? Tehát, hogy minthogyha ezek az alapvető értékek, amik sokáig alapvető értékek voltak nagyon sokan a világban. Ezeken a frontokon olyan rosszul állunk, hogy én ez egy külön műsort kezdhetnénk most ezzel, tehát ne is szomorítsa el engem, mert én tisztán emlékszem a gyerekkoromra, és nem az én közösségemre, hanem más közösségekre, és én tisztán emlékszem az utcánkra, én tisztán emlékszem egy csomó dologra. Tehát borzasztóan örülök, hogy van iPhone, meg mindenféle ilyen technikai kütyű, rohadt jó, tényleg, biztos nagyon jó, mert jó, mert én is használom, mert kell ez a mókuskerékhez, hogy túléljük. De hát ezeken az általad felsorolt frontokon én nem is azt mondom, hogy rosszul állunk, hanem gyakorlatilag elveszítettük, kicsit úgy tűnik, a háborút, és most baktatunk a csatatéren, és még így a dögcédulákat összegyűjtük, tehát valószínűleg egy új frontot kell majd nyitnunk, ha akarunk kezdeni ezzel valamit. Mert például az amerikai tapasztalataim, hát most erre aztán végképp nincs az a 2 perc, ami hátra maradt, 3 perc, ezt most ebben nem mehetünk bele. Az amerikaiakra pro és kontra lehetne itt sorolni a tapasztalatokat hajnalig, de hát, hogy ezt a iskolába, ezt a közösségesdit azért sok helyen milyen magas szinten űzik, hát én ott nem hittem el az egészet, tehát hogy azért ott van egy-két pozitív példa. Mondom ezt úgy, hogy mondjuk főleg az első világháború előtt, de még a második előtt is itthon azért, hogyha megnézzük, hogy milyen volt az oktatási rendszer, meg ez az egész, hát akkor az azért nagyon hasonló jeleket mutatott ahhoz, és nincs erre idő már. De... Semmi gond, be fogsz jönni még, mert hozzám egy utolsó gondolatod legyen még. Ugye, ahogy mondtam, ezeket a pozitív tartalmú dalokat szerintem legalábbis te az első között kezdted el előhozni. Hogy van az, hogy most gyakorlatilag, aki ismerős a mai magyar, hívjuk így popzenének, popzenében az, annak nem lesz idegen, amit mondok. Miért van az, hogy Denisztől elkezdve a Hősökön át gyakorlatilag egy csomó mindenki megpróbál hasonlóan pozitív tartalmú üzeneteket, dalokat, egyebeket összerakosgatni, félig meddig kicsit követve téged. Most nem szállunk vitába, hogy ez valóban így van, vagy sem. Én nálad hallottam először ezeket a kiózanító, pozitív és valamilyen értékkel teli gondolatokat dalokban először, azóta az elmúlt egy évben számosan vannak, akik szintén próbálnak ilyen típusú dalokat írni. Hú, hát ez nagyon érdekes dolog. Te nem ennek, hát én ennek valahol örülök is, de hát valahol ott van bennem nyilván az a dolog is, hogyha én ezeket azért, ez a rész az életemnek már lefutott, most már nem kötök bele emberekbe így a szellemi szkander mentén, de azért, hogyha kiragadnék egy-egy gondolatot ezekből a hasonlatos dalokból, akkor azt én tudnám cincálni, hogy ezáltal mégsem érnem olyanok, mint az enyémek, de, hogy pozitívan zárjam az egészet, inkább ilyenek legyenek, hozzáteszem, mint a
amilyennek korábban voltak. Tehát ez az iszunk, hányunk, belefekszünk életérzés, meg ez az egész. És akkor még ne is beszéljünk arról, és akkor tényleg ez a, ehhez, és akkor utána mehetünk a dolgunkra, csak így, hogyha most hallgatja ezt a műsort, olyan cigány fiatal, aki vagy ha van olyan ismerősöd, a kedves hallgató, tehát hogy tényleg próbáljátok meg figyelni arra, vagy legalább figyelmeztesd, vagy valami, hogy én figyelem a zenéket a YouTube-on, és hogy egyszerűen ez a drogozós, iszunk, hányunk, belefekszünk, és erőszakos, megöllek, felszúrlak, felkoncollak, ez olyan szinten benne van ezekben a zenékben, amit a fiatalok hallgatnak, hogy egyszerűen tényleg, most a szószós értelemben, hát nyilván érdekes, hogy pont ebben a műsorban, ugye a macskajajban, hogy meg részegülnek tőle a fiatalok, az egész nap a fülén van és hallgatja, és így teljesen így be, tehát beívódik bele, és ez akkora veszély, amikor én ezt mondom, meg hát ezt már mondom 15 éve, ugye ezt hajtogatom, és mindenki így vagy nevetett rajtam, vagy legyintett rám, vagy most mit csipákolok én ettől, de hát én tudom, hogy ez így van, hogy ez hangolja az embert egyszerűen. És egy napon azon veszed észre magad, amikor már lesz egy autót, hogy a pirosnál valaki nem úgy áll melletted, vagy valami, és kiugrasz, és csinálsz valami hülyeséget, vagy most bármit mondtam, vagy lepofozod a szomszédot, lesz bőle egy rendőrségügyed, és nagy bajt csinálsz bőle magadnak. Azért, mert te az előtte 3-5-10 évig már hangoltad magad. De egy ilyen, még egy ilyen pont a zenébe is, amiben az öröm kéne, hogy legyen a tánc, a kis pozitív, egy kis kikapcsolódás, egy kis nyugalom, még a zenébe is azt viszed bele magadba, hogy így megöllek, úgy megöllek, így meg a nőket úgy kezeljük, mint a tényleg árucikkek lennének, hogy minden nő egy ribban, stb. Én nagyon kérem a hallgatót, meg hogyha van nektek még rátásatok arra, kedves hallgató, hogy a fiatok vagy a tesótok milyen zenét hallgat, hogy minden tegyetek meg azért, hogy ha nem is meggátoljátok ebben, mert akkor nyilván csak felerősödik a vágya, de hogy mutassátok neki, hogy más is van. Világos. Kedves hallgatók, nem alkuszunk. A mai vendégem Kőházi Fankadari Ferenc volt. Feri, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Horváth Irimnek nagyon szépen köszönöm a segítséget. Köszönöm szépen. Egy hét múlva megint itt leszünk. Feri, én bízom benne, hogy hamarosan el tudsz jönni hozzám megint. Majd nagyon szépen köszönöm. Keressenek minket a Facebookon, keressenek minket az interneten, és hallgassanak Fankadelit ma este, amíg csak lehet. Viszont hallásra! Macskajaj. Őszinte és szükséges tabu döntögetés a hazai cigány közösségek és a többségi társadalom közös jövőjéről. Macskajaj. Ideje, hogy végre kijózanodjunk.